Nem csak egyesületi szinten tette tavasszal csonkává az elmúlt idényt a koronavírus, hanem a diákolimpiai versenyek sem juthattak el a végkifejletig. A Magyar Diáksport Szövetség neves sportolók segítségével igyekezett kedvet csinálni a mozgáshoz a fiataloknak a karantén körülmények között is. A nyári szünetet követően aztán nem csak a tanév indult el, hanem a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett elkezdődtek a diákolimpiai versenyek is. Elindítottunk minden versenyt, tehát megyei szinten és országos szinten is minden diákolimpiai rendezvény sorozat elindításra került, nevezhetnek a diák sportolók, és annak nagyon örülünk egyébként, hogy a nevezések azok folyamatosan érkeznek, de természetesen a járványügyi helyzetre tekintettel egyrészt ugye az előírásokat szigorítanunk kellett, minden olyan biztonsági előírást megkövetelünk, amely a diák sportolók és a szervezőknek az egészségügyi állapotát azt természetesen garantálja, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy akkor ebből bármilyen fertőzés veszélye kialakuljon, tehát ezeknek a betartása ez kötelező, de emellett természetesen nagyon fontos az is, hogy azok a versenyek, amelyek megrendezésre kerülnek, ott valóban kellő létszámban legyenek majd diáksportolóink. Az elmúlt években rendre 50 körüli érmet szereztek az országos döntőkben a megye diáksportolói. Jelen helyzetben is fontos az eredményesség, de változtak a prioritások. Mi is nagyon örülnénk annak, hogyha minél több érmet sikerülne elhozni, de azt hiszem, hogy jelen helyzetben az is egy hatalmas eredmény lenne, hogyha minden probléma nélkül lemenne ez a diákolimpiai versenysorozat, meg tudnánk rendezni a döntőket, meglennének rendezve a különböző országos elődöntők, országos döntők, és hogyha ez már így történik, akkor azt hiszem, hogy már elégedettek lehetünk, de mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megyei sportolók számára biztosítsuk azt a lehetőséget, hogy amellett, hogy versenyeznek, eredményeket is tudjanak elérni. Mint Baracsi Endre elmondta, az elmúlt évhez hasonlóan pályáztak a 4. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjének rendezésére. Reményei szerint jövő év júniusában vendégül láthatják majd a labdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda és a röplabda képviselőit.